a 2012-es évre 800 millió forintos osztalékot vett fel Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester a saját, illetve a felesége tulajdonában álló cégétől, írja a Népszabadság. A település vezető cége a kormányváltás óta több mint ötszörösére növelte bevételét. 2010-ben 853 millió forint volt a forgalma, tavaly pedig 4,6 milliárd. Mészáros Lőrinc cége 225 alkalmazottat foglalkoztat, az erre fordított bérköltség 157 millió forint, azaz a saját osztalékának körülbelül az egyötöde. Sherin Gábor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát ön gazdaságpolitikával foglalkozik éjjel-nappal. Mondja már meg nekem, hogy hogy kell ilyen jól vállalkozni ma Magyarországon? Hát felcsútra kell születni, és jobban kell lenni Orbán Viktorral. Ez egy elég fontos kritérium annak, hogy ma Magyarországon valaki jól működő vállalkozást üzemeltessen. Mészáros Lőrinccel és az ő családi vállalkozásával ez a helyzet, ahogy itt hallottuk a felvezetőben is az elmúlt években, nagyon erősen felfutottak az ő megrendeléseik. Ennek egy jelentős része az közbeszerzési megrendelés, tehát az elmúlt években úgy látszik, hogy az önkormányzati állami közbeszerzéseken jó eséllyel tudott elindulni Mészáros Lőrincnek a cége. De egyébként nem csak a közbeszerzéseknél látjuk ezt, hanem Mészáros Lőrinc családja ugye összességében 1200 hektárnyi földbéletpályázatot nyert el 20 évre a földbéletpályázatokon. Az 1200 hektár az egy nagyon-nagyon sok, felcsút környékén gyakorlatilag csak ők jutottak földekhez. Hát és még ott van a trafik. Ott van a trafik is, ugye, igen, ugye a kicsit bonyolult a helyzet, Mészáros Lőrinc alpolgármester, aki szintén egy Mészáros, de nem rokona a főpolgármesternek. Ő a főpolgármester a polgármester testvérével az alpolgármester üzemelteti az egyik nagy üzletláncban a nemzeti dohányboltokat. Tehát a Mészáros család. Így van. De még tovább lehetne menni egyébként, mert a Puskás Akadémia, ami ugye Orbán Viktor által alapított felcsúti sportegyesület, utánpótlás nevelő egyesület, ennek az alapítványi elnöke szintén Mészáros Lőrinc, és ezt a céget a Dunatakarék hitelezi, az a Dunatakarék, amelyik egyetlenként gyakorlatilag mentesült az állami integráció alól. Tehát úgy látszik, hogy itt felcsút környékén... Mentesülni fog, ha sikerül neki, valamilyen csoda folytán, véletlenül gyorsan a banká alakulás. Egyelőre nagyon úgy fest, hogy ez sikerülni fog. Tehát a lényeg az, hogy gyakorlatilag trafik, termőföld, takarékbank, minden területen azt látjuk, hogy itt felcsúton valami sajátos, nem tudom én, télidő görbület üzemel, ami ott nagyon-nagyon megpörgeti az ott működő vállalkozásoknak az eredményességét. Hát oda kell költözni, és komolyan. Igen, én is erre biztatok minden itt magyar állampolgárt, költözön felcsútra. Itt ülünk, beszélgetünk Kőbányán, nyomás felcsút, a télidő görbébe bele, aztán hát, ha nekünk is sikerül. Én nem ismerem Mészáros Lőrincet, de hívtuk, és ezek után is fogjuk hívni, mert nagyon szeretnék vele beszélgetni. Például, hogy hogyan lehet sikeres vállalkozó Magyarországon valaki, de ő például ebben a sok-sok közbeszerzésben, micsoda? Én most Ferenc Krisztinának a cikkéből olvastam, hogy ő korábban gázszerelő volt, de ezt ilyen, tehát ilyen nagy üzemben egy gázszerelő, vagy vízgázszerelő cége van, vagy tehát hogy én szállt kevesen, a közbeszerzésekben? Keveset tudok, építőipari vállalkozás, ez a legtágabb kategória, amit ugye az újságcikkekből lehet tehát látni. A csatornafektetéstől elkezdve a hulladékgazdálkodási tender, tehát egy csomó ilyen közbeszerzésen indult és nyert is. Igen, igen. Csak nem tudom, hogy ő mit csinál. Hát ezt tőle kell részleteiben megkérdezni. Az biztos, hogy nagyon ügyesen csinálhatja, hogyha ilyen nagy osztalékot tudott kifizetni a saját magának gyakorlatilag. Ugye, hogyha jól emlékszem, akkor a felesége lemondott a saját részéről, úgyhogy Mészáros Lőrinc. Rendes asszony. Hát ez a fideszes családmodellben ez az elvárás, hogy az asszony tudja a helyét, és mondja le a pénzről a férje javára. Szóval, hogy az biztos látszik, hogy ügyesen csinálja azt, amit csinál, mert ugye, hát osztalék formájában 800 millió forint. 800 millió. Így van, 800 millió forint, miközben ugye ott százat meghaladó foglalkoztatott van, és hogyha jól olvastam, jól emlékszem, nagyon sok adatot böngésztem át az elmúlt órában. 157 millió forint volt a bérköltség, a 137 fős, vagy 225 fős. 60 ezer forintra jön ki, hogyha jól emlékszem, az átlagos kereset Mészáros Lőrinc cégénél, még olyan 66 millió forintra jön ki átlagosan havi szinten Mészáros Lőrinc.
pénzt keresett. Tehát 66 millió. Hatos szám bűvöletében. Igen. 66 millió a tulajdonok és 6 millió. Vagy 60 ezer forint az alkalmazottaknak. De hát egész nagy cég, ez 225 főt foglalkoztat. Akkor ez egy nagy cég. Hát igen, hogyha valakinek felcsúton van cége, és Orbán Viktor kedvenc foci csapatát menedzselgeti, akkor ott könnyen lesz ebből a nagy cég úgy fest. Ez a foci csapat meg a felcsúti stadion, azt látom, hogy nagyon foglalkoztatja önt, olvastam a blogján, hogy a magányosan szotyizó miniszterelnök írását, hát nem magányosát, azért lesznek ott mellette, lesz még 3499 másik is. Férőhelyből lesz 3499 még Orbán Viktor mellett. Hát nem tudom, hát az első meccsen a pápa ellen, ott a beszámolók szerint kb. 6 szurkolója volt a felcsútnak, az Újpest ellen sem voltak sokkal többen, tehát egyelőre nem látszik, hogy ki fogja ezt a három. Igen. Hogy ki fogja azt a legalábbis a sajtóhírek alapján. Igen, igen, ugye. Na de hát az hol volt? Fehérváron volt a meccs, nem? Nem, ez még a pápa elleni meccs, tehát ez idegenben volt. A hazai pályán ott egy kicsivel többen voltak, de hát ott is nagyon messze volt a bűvös 3500-tól a szurkolók száma, ami abból a szempontból abszurd, hogy tényleg ebből elég jól le lehet venni azt, hogy tulajdonképpen mi is történik felcsúton. Ugye adva van Orbán Viktor telke, vele szemben épül a 3500 férőhelyes focipálya, egy 1800 fős, igen, stadion, elnézést kérek, egy 1800 fős faluban, falu szélén, több mint 3 milliárd forintba kerül ennek a stadionnak az építése, ami hát kvázi állami támogatású magánadományokból, tehát ugye a sportoló támogatáson keresztül tettek szert nagy részt erre az összegre. Valahogy mindenki úgy érezte tavaly előtt, hogy a sportcélú támogatás a cége az felcsútra írja le. Már hogy az, hát ők is ebben látták a jövőt a utánpótlás akadémiában, nincs ezzel semmi baj. Ne irigyelje azt annyira, hát képzelje már el azt, hogy ott van a vidéki házában csend, nyugalom, madár, gyerekek, és akkor egyszer csak kinéz, ahol eddig a fenyő volt a kert végében, most ott van egy istentelen nagy stadion lelátója. Szerintem teljesen elértéktelenedett így a miniszterelnök háza, hogy ennyire ráépítkeztek. Lehet, hogy ő ezért mérges is. Lehet, hogy mérges, igen, bár ahogy látom, azért elég nagy lelkesedéssel kommentálja az építkezési munkálatokat, illetve saját csapatának a sorsát, csak közben az a helyzet, hogy az emberek nem annyira lelkesek, hogy ilyen súlyos milliárdok folynak el stadion építésekre. Ugye ez itt Orbán Viktor azt mondja, hogy ő büszke rá, hogy ő neki sikerült magánadományokból több mint 3 milliárd forintot összegründolni. Azért itt még egyszer látjuk, hogy azért ugye ehhez kellett az adókedvezmény. De én nem értem, hogy miért nem tud más egyéb legalább ennyire fontos célokra hasonlóan a Schengenben összegündolni pénzeket, és én tényleg nem akarok itt túlzottan népszerűséghajhász lenni, de hogyha megnézzük a legfrissebb statisztikai adatokat, akkor nagyon-nagyon rossz állapotban van az ország. A litmimon a télők száma 300 ezerrel nőtt, és 52% ma jelenleg a központi statisztikai hivatal szerint a szegénység kockázata a gyermekek körében. Tehát minden második gyermeket gyakorlatilag Magyarországon a szegénység kockázata fenyeget. Eközben repkenek a milliárdok stadionokra, én emlékszem még a debreceni stadion volt az első szerencsés, amelyik egy vasárnapi kormánydöntésen kapott, jól emlékszem, 10 milliárd forintot. Csak nagyságrendileg, hogy a kedves tévénézők össze tudják hasonlítani, a nyári gyermekétkeztetési programra 2,3 milliárd forintot szán a kormány. Ugye gyáron a legnehezebb, mert akkor nincsenek óvodák, iskolák, tehát akkor nincsen intézményi étkeztetés. Erre 2,3 milliárdot szán a kormány, az kb. 500 millióval kevesebb, mint amennyi támogatást kapott csak a felcsúti FC. Hát, mert a cégek így döntöttek, és ebben nem tudom miniszterelnök beleszólni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.